A mai Halloween, meg egy ilyen előrehozott NATO napi vetélkedő két részből fog állni. Először kicsit ilyen elméletes feladataitok lesznek, amit papíron fogtok kitölteni. Első feladat egy szókeresős feladat lesz, mi kihoztjuk a lapokat, időre fogtok dolgozni, szólok mikor indul, mikor kell abbahagyni, összeszedjük. A második feladat ugyanilyen irogatós, egy totó lesz. Azután a Judit néni vezet majd egy helyes kis feladatot. Kincses Anikó néni lát el benneteket okos, aranyos kis feladatocskával. És a vége az, hát olyan, mint a puzzle, csak éppen mondatokat fogtok összerakni. Ezután kimegyünk az aulába. Az aulának ezen a részén fogtok hokizni. Azért hoztatok söprűt. Boszi-hokiztok. Hát a boszik igazi boszi-hokiznak, a fiúk meg eljátszák, hogy boszik. Néhány csapat, majd ezt addigra még hallgatom, mondom, meg fogom mondani. Ugyanabban az időben, amíg csapatok boszi-hokiznak ezen az oldalon, a középső kis aulában szellemtekizni fogtok. A boszi-hokiról azt kell tudni, hogy a játékidő, de két csapat játszik egymással. A játékidő 3 perc. Márton felszentelésének az évfordulója. Márton felszentelésének az évfordulója. A ribák levágásának. Nem, Márton felszentelésének. Melyik név vagyok, melyek névvel a halapján? Kelt a kert. Én nekem olvas. Ötös kérdés. Milyen színek vannak a brit, még egyszer hangsúlyozom, a brit zászlóban? Egyes, piros és kék. Kettes, piros, kék és fehér. Hármas, kék és fehér. Egyes, piros és kék. Kettes, piros, kék, fehér. Hármas, kék és fehér. Egy-egy kis nyelvtörő versikét. Az ezt a feladat, elolvassuk majd egyszer közösen, hogy minden csapatnak lesz 2 perc felkészülési ideje, és a csapatból annak, aki a leggyorsabban hibátlanul tudja elmondani, tehát ki kell választani, kinek megy a leggyorsabban, annak le fogjuk mérni az idejét. Tehát, hogy mennyi idő alatt mondod el ezt a néhány szavas mondókát hibátlanul. Mindegyik csapatnak ugye egy lehetősége lesz elmondani, külön fogjuk fontozni a 7.-8., illetve 5.-6. csapat. Olvasom egyszer? Which is watching, which is watch? Which is watching, which is watch? Which is watching, which is watch? Which is watching? Mondatokat kell összerakni, illetve kérdésre választ találni. Ez a feladat. Kaptok tőlem egy lapot. A lapon kell feltüntetni, hogy hányas számú kérdésre, hányas számú válasz a helyes. Ez a német része. Az angolt is erre fogjátok ráírni, azt majd a Nóra néni mindjárt elmondja, hogy hogyan.
Jó, tehát 6 darab mondatot kell kirakni, jó? 2 részből áll a mondat, tehát azért mondat puzzle. A 6 mondatot nem kell leírni erre a lapra, amit az előbb Marika néni kiosztott nektek, hanem szépen sorba rakjátok, és én oda megyek, és megnézem, hogy jól sikerült-e, jó? És arra a lapra fogom lepontozni, amit viszont Marika néni osztogat, jó? Marika néni, egy hangos játékkal zárul ez a mai délután. Miről van szó? Meséljen nekem, legyen szíves. Mint minden évben, ebben az évben is megrendeztük az idegen nyelvű munkakörnösség természetesen az úgynevezett Pelomé-Pápa-napi őszi ünnepőhöz kapcsolódó, hát mondjuk úgy, hogy játékos vetélkedőket. A gyerekek elméleti feladatokat is oldanak meg, kapcsolódva a Halloween ünnepőhöz, illetve a Mátonnaphoz, és játékos vetélkedők vannak, sportos vetélkedők, most például a buszi hoki zajlik az aulában, a másik aulában pedig a szellemtekével birkóznak azok, akik mernek. Ez a igen hangulatos, vidám játék nem az egyetlen ebben az évben, ugye? Nem. Általában minden évben hagyományosan 2 ilyen játékos és az angolosok, németesek összefogva vetélkedőt tartunk. Az egyik ez az őszi, a másik pedig tavasszal szokott lenni, április végén, május elején, közepén, attól függően az időjárás, hogy engedélyez nekünk. Az országismereti vetélkedő, és ehhez ki szoktunk menni a patakpartra.